Szóval, ott hagytuk abba, hogy legyőztük a Dulát, a két sárkány. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy folytassuk egy másik sárkánnyal. Itt Kaelidben, ahogy ígértem, Kaeliddel folytatjuk. Ne tévesszem meg senkit. Ez a sárkány se lesz sokkal könnyebb. Te már nem adja be a dolgot. Igen, ez Scarlet Rot. Aha, be is rotolódtunk. Jó, abba hagytad? Oké. Oké. Meghalt. Jó, az volt a kulcs, hogy a Scarlet Rotot ne kapjuk nagyon. És azt nem kaptuk nagyon. Csak egy kicsit. Jó. Na, hol is vagyunk? Exikes. Exakes az a neve. Azt mondta, hogy decaying. Na. Jó, mi legyen a következő? Azt mondja, hogy Beastman of Farum Azula. A Dragon Barrow Cave-ben. Na de az hol van? Ha megtalálnám. Szek. Ott még nem voltunk. Erre még nem voltunk. Ugye ez Dragon Barrow lenne. Visszatépézünk a Grace-hez, úgy gondolom. Elfelejtettem, hogy be vagyunk rothadva. Semmi baj, itt van közel amúgy. Gyorsan felkapjuk itt a szólókat. Mondom. És el is költjük. És ugye azt beszéltük, hogy egy kicsit kéne adni Endurance-ra. Hát... Menjen. Lehet, hogy inkább intet kéne még tovább húzni. De nem voltam megelégedve az álló képességünkkel. Vagy pontosabban a staminánkkal. Ami ugyanaz, szóval nem voltam megelégedve, úgyhogy kicsit adunk rá. Szóval, azt akartam mondani, hogy itt fönt még nem voltunk. Úgyhogy azt tudjuk csinálni, hát itt van egy Night keveri, ami írdatlan nagy szíves, meg van egy sárkány. Oh. Meg itt van egy... Jó, hát itt van Gurank is. Itt etetjük most egy kicsit. Nem érne. Something else.
death yet quenches. Bring more. Bring more. Jó. Adott incantation-t. Na mindegy. Jó, szuper. Igen, szóval itt van egy ilyen. Ami megmondom őszintén, hogy lehet, hogy még nem a mi súlycsoportunk. Hát semmi gond cserét Adri, sajnos az a baj, hogy még a kvantumfizika nem tartott, hogy tudjak neked töltést küldeni a telefonodra, de hát ha még a mi hát ezzel meg mi van? Megőrült? Megőrült. Mondom. Teljesen. A Death Root-ot teljesen megőrült. Na szóval akartam mondani, hogy remélem, hogy még a mi életünkben, bár sok esélyt nem látok rá, de hát ha eljut oda a kvantumfizika, hogy... Nyugodjál le, mert attól megnyugszol. Igen, ön amúgy nagyon erős, az a helyzet. Kár volt bedrogozni. Tudom, ennek sok értelme nincs. Jó, megnyugodott. Hagyd abba. Jó, hagyd abba. Elég volt, köszi.
Na, Gurang, mi újság? Lenyugodott. A drogról szértem? Visszajövünk. Ez most még korai az a helyzet. Nem akarok ezzel most nagyon sokat időzni. Csináljuk a többieket. Van itt sok teendő Kaelidbe. Úgyhogy... Na, kezdve azzal, hogy ott egy Golden Seed. Itt meg elvileg mindjárt lesz egy sárkány. Ha jól sejtem. Ott egy Graze. Ah, ott a sárkány. Nem hagyja abba. Jó. Akkor más taktikát alkalmazunk. Megoldjuk. Megint szerint... Hogy kéne? Na. Jó. Most nem meteorozunk. Most lábazunk. Nem.
Oké. Okay. Oh, megvan. Szia Nevermind, jó estét. Oh, oké. Okay. Pont elfogyott az FP-nk, úgyhogy... Egy sárkány a kevesebb. Na. El is könyvelem. Grail az a neve. Volt, pontosabban. Na, elvileg... Ha jól tévedek, akkor itt kell, hogy legyen egy Night Cavalry, aki amúgy elég nagy szívás. Vagy ez lehet, hogy nem itt van. Lehet, hogy nem itt van. Na mindig megkeressük. Valamelyre erre kell, biztos, hogy van egy Night Cavalry. Valahol itt kell legyen az a nagy sárkány is. Nagyon nem tudom, hogy merre vagyunk. Vagy ez ezen a hídon lenne? Lehet, hogy ezen a hídon van a Night Cavalry. Még egy emelettel lentem van. Igen, ott a Night Cavalry. Jaja. Csak valahogy oda le kéne jutni. Itt van lent egy gréz. Hey! Igen, itt azt hiszem van egy ambus is valahol. Ja. Igen, itt erre lehet lejönni. Itt lesz a Night Cavalry ezen a hídon. Jó, nem a másik hídon, hanem ezen. Ez meg a Lemmy's Rise, azt hiszem. Lenne ide is bejutni. Csak nem emlékszem, hogy hogy kell.
Gyorsan ránézek egy pillanat. Talán föl lehet ugrani. Aha. Na, nézzünk itt szét. Utána megnézzük ezt a Night Cavalry-t. Lehet, hogy először fölfel kéne menni, de... mindegy. Oh. Jó. Menjünk fel. Lehet, hogy ő volt Lenny. Vagy Lenny, nem tudom, hogy mondja. Oké. Egy memory stone. Na, ez remek. Oké. Jó. Oké, és egyre több varázslatot tudunk betenni. Hát... nem is tudom, melyik lenne. Ja, nem is tudok bármit betenni, mert... hát, igen. Amit be akarnék tenni, az még nincs meg a intünk. Úgyhogy... ezt akkor hagyjuk. Jó, éjszaka. Akkor megnézzük ezt a Night Cavalry-t. Ez elég nagy szívás, ha jól emlékszem. Úgyhogy... hát ha nem talál, akkor meg főleg.
nem nagyon ment sok le az életéből az a helyzet. Még nem is találtuk el rendesen. És nem tudom, hogy a lovat lőjem, vagy az embert. Tehát az embert kéne. Nem is sebződik. Úgy ezt minden alkalommal meg kell csinálni. Taktikát váltunk. Megpróbáljuk kövekkel dobálni. Igen, ahogy emlékszem, igen, ez szívás. Na, még egyszer megpróbáljuk azt, ha nem megy, akkor ezt is itt hagyjuk, és majd visszajövünk. Több boss-t hagyunk ott, mint amennyit leütünk.
Pedig már majdnem leütöttem a lóról. A lónak már nagyon kevés HP-je volt. Shit, na jó, még egyszer. Ez most úgy jobban sikerült. Hát ha. Jó, akkor megyünk tovább. Oké. Na, azon, azt nézem, hogy... még itt lent, ugye a Radahn után, tehát itt a Warded Catacombs-ba szerintem nem öltük meg a Putrid Tree Spiritet, úgyhogy szerintem az kellene... Azt mindenképp kéne. De ez a katakomb, ez elég szívás. Arra emlékszem. Igen, itt megy a borsodi szitu. Mi van most? De most őszintén. Mintha level 1-ek lennénk komolyan. Úgy ölnek meg minket. Nem értem.
Persze az is lehet, hogy nem is erre kell jönni. Az lenne még a plot twist. És a 14 000 szólt. Oké. Óvatosan. Őrület, mi van itt? És nem is erre kellett jönni. Ki kéne ugrani? Már nem is emlékszem. Igen, szerintem ez is egy ilyen trükkös... Mondtam, hogy utálom az impeket. Mm.
Nem tudom, hogy át tudnék-e oda szaladni. Ahol voltunk. Hát így nem annyira. Shit, ez még nem otthon. Na jó, akkor innen is menjünk tovább. Na. Ki kell jönni. Oké, és na, megnézzük ezt. Meg itt Dragon Barrow-ba kéne, hogy legyen egy 8-as Somber Smithing Stone. Majd ezt megkeressük. Melyik ez? Ő árul le valamit. Hát, igen. Land of Reeds Armor. Ja, jó. Na és akkor itt is van elvileg egy Berbering Hunter. Ami... Igen, csak éjszaka jön. Csak hol? Ez a kérdés. Thank you.
Jó. Ez a slow walk, ez annyira nem jött be neki. De hát istenem. És 50 ezer szólt adott. Oké. Jó. Meghalt. Nézem, hogy mi legyen a következő. Van egy ilyen egy abandoned cave, és ott van két clean rot knight. Megnézzük, bár ez lehet, hogy nem is erre van. Nem, az nem erre van. Aha. Na most van egy ilyen Knights of the Great Jar. Ezt nem tudom, hogy már meg tudjuk csinálni, vagy az még... az még majd később lesz. Itt fönt. De szerintem, hogy mi lent. Aha. Lehet, hogy oda még majd... Később kell mennünk. Ha már itt dügyögött, akkor... Megütöttük, hogy a később jövünk, meg itt, itt lent kell végig menni, most már emlékszem. Jó, akkor oda később. Na, meg kéne nézni viszont, hogy itt hol van ez a 8-as Somber Smithing Stone. Hát valahol itt. Talán. Nem akarok róla beszélni. Oké.
meg is van. És akkor... Jó. Hát akkor lehet, hogy haza is megyünk, léptetünk egyet a kardon. Ha már... Ha már megvan. Well, I took you for no matter to lay out your arms then. Jó, 9-es, meg elvileg van a Lake of Rodba egy. Szerintem oda is elmegyünk majd, mert ott van egy-két boss, ami még úgy hátra van. És akkor azokat meg kéne, azt meg kéne keresni. Kéne ugranunk oda. Próbáljuk meg innen föntről. Van pár Crystallians, azokat kéne megnézni, hogy mi újság. Itt kelet fele megyünk. Szerintem itt lesz... Nem is tudom, itt van-e R3 avatar. Ja, meg itt van a nagy sari. Mi csak itt elszaladunk. Ne is törődjetek velünk. Igen, itt van egy gréz. Ezt akarom felvenni. Nem is emlékszem, hogy mi van ebbe a kastélyba. Ó, tudom.
Remek. Meg is vagyunk. Be vagyunk poisonolva, de nem baj. Jó, megyünk. Megnézzük ezt a Fort Farotot. Valonnan rémlik, meg mintha úgy emlékeznék, hogy itt nekünk valami fontos dolgot kell csinálni, de már nem emlékszem pontosan, hogy mit. Itt van egy láda. Dectus Medallion Ride. Hát igen, mondjuk ez egy, nem egy lényegtelen item, maradjunk annyiba. Ez üzemelteti a liftet, ugye a Altus platóra. Jó, hát itt tudnánk tovább menni. Mint ha akarnék. Na, szuper segítedli. Örülök neki. Megöl ez a Kaelid, komolyan. Csak át tudunk futni. Mondnál egy kis gomba. Thank you.
is tudom, minek jövök ide. Amúgy mindegy, megyünk tovább, nem jövünk ide. Az a helyzet, hogy nincs itt semmi. A Dectus Medallion kívül szerintem. Úgyhogy megyünk tovább. Valahol innen délre, valahol itt kéne lennie elvileg. Egy... jó, itt a nagy sari. Az tuti. De valahol itt van egy... cave vagy catacombs valahol. Lehet, hogy itt lent. Van egy forgószél, azzal lejövünk. Lemegyünk. Még egy jelentebb lenne. Lehet, hogy itt van még egy jelentebb. De ennyire... De nem találok most semmit. Shit! Leszpónolt egy golyó. Még egy. Ja, ennyire lenn nincsen, azt tuti. Széli a hideaway kéne nekem. Lehet, hogy itt lesz majd a info róla. Back all unusual. Did this aged merchant have... Hidden cave. Ja. És akkor ezt... Sejtem, el is kell olvasni, tán. Look beyond the graveyard at the precipice. Graveyard, tehát a temető fölött.
Hát ott van a temető. Hát akkor valahol erre kéne lennie. Körbe megyünk. Ez meg már nem is aktív. Szerintem ez meg... Hát nem is tudom, hova akar mutatni. Itt nincsen. Ez itt határozottan egy temető. Ez meg a Church of Plague. Igen, itt volt. Millicent. Ez a kép, ez annyira hidden, hogy egyáltalán nem lehet megtalálni. Na jó, akkor ezt is elengedjük. Majd megkeresem egy következő alkalomra. Esetleg megnézhetjük ezeket a... Itt van egy putrid avatar, meg elvileg itt van egy kév is rögtön a fa mögött. És akkor ezt megpróbáljuk. Le tudjuk ezt szedni vajon? Mármint... Jó sok HP-je van, mi? Amúgy a Frostot adja. Beadta az előbb a Frostot. Még ezek a hangok annyira nem tetszenek.
Ott a frost. Legyen valami sikerélmény is Kélitben. Leszedjük. Ezek a hangok nagyon aggasztanak egyébként, hogy itt topognak a kis sárkányok körülöttünk. Majd 100 000 szól, easy. Na jó. Költsük is el, én azt mondom. Jó. Hát lehet, hogy a staminával itt most megállunk. És akkor szerintem menjen a int most egy kicsit. Ez a kedvenc sárkányod? Na mindegy, beírjuk ezt is a listára. Ha már rajta van. Elég lusta sárkány, maradjunk annyiba.
Ez nem jó ötlet. Nem, ez nem jó ötlet. A roadban nem jó belefutni. Az nem csak az, hogy a státusz növeli, hanem sebez. Ez rettenetes volt. Nem baj, újra. Ugyanaz a movesetje, mint mindegyik másiknak. Hát, messzebbről, meg hát ki kell dodge-olni a támadásait. Rosszkor ittam a flaszból. Nem tudom, miért ittam a flaszból. Nem értem.
meghalt. Na. Csak ki kellett táncolni. Na, menjünk tovább. Elvileg itt kéne, hogy legyen valahol, kellene, hogy legyen valahol egy katakombs. Talán itt a fa mögött. De nem tudom. Megnézzük. Ma este így nem találok semmit. Szóval Dragon Barrow Cave. Jó, azt mondják, hogy underneath the earth tree, szóval ezen az oldalon biztos nem. Jó, hát menjünk hát, ha itt lesz valahol. Hát ez őrület. Megtaláltam valamit. Na, és akkor mi lesz itt?
Nem akarom. Én már csak nem tud utána jönni. Még a poén az lenne, hogyha nem erre kell jönni. Nem erre kell jönni. Jó, semmi baj. De akkor merre kell menni? Hát itt másfelé nem lehet. Úgy az, hogy megint a rossz fele jövök. De akkor merre kell menni? Tehát... erre biztos nem? Ok. Aj, nem ezt akartam. Mondjuk ez se rossz. Yeah.
Oh, jó. Haladunk, még hogyha nem is roham léptek be. Oké is. Na mi volt ez? Beastman of Farum Azula. Jó. Celia Crystal Tunnelben még nem voltunk. Falling Star Beast. Azt még nem tudok beszélni. Mi van? Nem is értem. Azt nem nyomtuk le. Lehet amúgy. Mert ide csak betépéztünk. Még a game nagyon-nagyon elején. És fölkaptuk a... Várjál már. Majdnem nem... Érted? Tehát... És 14 000 kell még. Faszt. 24 000. Jó. Szóval ide csak gyorsan betépéztünk, ugye az elején, hogy fölvegyük a Meteorite Staffot, vagy a Gravity Staffot, hogy pontosan fogalmazzak. De szaladtunk is, mert gyengék voltunk. Hogy a balfék. Nyomkodom össze-vissza, néha komolyan. De most már nem vagyunk gyengék. Úgyhogy most már itt végig tudunk menni. Ez a Smithing Stone 5, ez nem is rossz, hogy van, mert a... Az igen. Szóval, elvileg a staffod. Mármint, hogy a... Night staffod. Majd ezzel tudjuk fejleszteni. Igen, ebbe a kis shedbe, vagy mibe
teleportáltunk át. Nem, nem látok másik utat. Ja, de. Oké. Na, picsába. Megszúr itt a fúrójával. Blaster. Egy új varázslat. Itt egy létra. Ez ilyen shortcut. Somber Smithing Stone 4. Itt a boss room. Mindra határozottan kéne adni szerintem. Na lássuk mi ez. Nem tudom, mi van.
Jó. Vele majd fogunk találkozni egy sokkal-sokkal kellemetlenebb formában. Nem mintha ez olyan kellemes lenne. Jó, menjünk. Futunk. Azt még megöltük azért. Hol van? Meghalt. Adott. Summer Smithing Stone 6, Smithing Stone 7, Gravity Chunk. Mit adott még? Summer Stone Miner's Bell Bearing. Cool. Oké. Mondja, hogy van egy ilyen, hogy Gaul Cave. De az hol van? Hát... valahol itt. Hát kicsit lentem mondjuk itt. Ezt még megnézzük. Nem tudom, hogy ott már voltunk-e.
Vagy ide kellett a kulcs. Nem volt nálunk szerintem kulcs. Kőkar kulcs. De most van. Egy random rúnárk. Hogyha ez az, amire emlékszem. Igen. Bulgáris milícia fűrész. Oké, itt van egy Marika. Én azt tudom, hogy ezeket a cellákat ki lehet nyitni. Lesz majd egy kar valahol, és akkor mindenki így elindul. Csak meg kell találni a kart. Hova szólt az a patkány? Oh. Nem volt F-ping. Te el kell adni a mindra. Hosszabb FP-cség kell. Az azt igen.
shortcut. Egy kicsivel több damage kéne. Egy szint kéne a intre. És akkor one-shotolnám őket is. Erőjöttünk egyébként, már eredetileg. Lehet, hogy erre van a progress. Erre is vannak cellák. Vagy erről jöttünk volna. Itt estünk le. Lehet, hogyha nem esünk le, akkor jövünk. Hát a fene se tudja. Ja nem, ahogy bejöttünk, volt ott egy cella. Ah, oké. Tudom már. Jó, már látom. Csak ez a kapu ugye csukva volt. Na mindegy. Megpróbálom megtalálni az utat. Vakizási, egy katona. Az igen. Nincs F-ping. Aminek annyira nem örülök.
katona Dagger verziója? Hát ez jó kérdés. De. Akkor nem is katona, hanem Dagger. Remek észrevétel. Bárcsak lenne itt valahol egy... egy Marika. Azt most mit csinálják ezzel? FP nélkül nem fog menni. Volt Marika. Valahol. Itt fent. Csak tudnám erre kell menni. Mindegy, szaladunk. Az szokott működni. Erre. Igen. Meghalt. Oké. Na, azt mondja, hogy Frenzy Duelist. Ez is megvan. Szerintem itt még körbe szaladok azért. Ki lehet menni? Itt meg ki lehet jönni Limgrave-be. Ez meg egy arkénes sword. Jó néz ki amúgy. Evercade's Dancing Blade. És így repül a levegőbe. Kicsit rozsdás. Pont írta, hogy az nem rozsda. Úgy nézett ki valóban, de nem az. Na. Hát akkor szerintem itt meg is állunk mára. Haladtunk valamennyit, de most azért annyira nem lendületesen, de pár boss azért meglett, meg léptünk egy csomó szintet, úgyhogy azért a semminél többet csináltunk. A következő alkalommal innen folytatjuk, hát vagy Kélid, vagy lemegyünk a föld alá, és elvarjunk még, ami ott ilyen szálak vannak. Pár boss még van ott, ami érdekes lehet. Következő alkalommal megnézzük majd.